Sziasztok, itt Templayer, és a mai videóban a Good Game Empire csodálatos múlt heti frissítéséről lesz szó. Sokat gondolkoztam, hogy megcsináljam ezt a videót, és igazából úgy voltam vele, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy egy kiábrándult kölyök véleményére kíváncsi a világ. Ugye én most jelenleg pihenőbe vagyok, nem éreztem úgy, hogy most így az évzárás környéken nagyon sokat tudnék játszani. De hát, igen, erre is mindjárt visszatérünk. De hát úgy voltam vele, hogy mégiscsak megcsinálom ezt a videót, láthatjátok, megnéztem a fórumot, és igazából ez adta meg az utolsó löketet ahhoz, hogy elkészítsem ezt a videót. Tulajdonképpen semmi durvára nem kell itt számítani. Csak elmondom a véleményemet ezzel a dologgal kapcsolatban. Végül is miért ne tehetném meg. Ezzel foglalkozom már egy olyan 5 éve. Szóval. Ugye nézzük a tényeket. Mi is történt. Múlt hét pénteken volt ugye szokásos frissítés. Kovács megújul. Új dolgok kerülhettek volna be. Ehelyett lényegében elvették a régit. Régit, mégpedig a végtelen eszköz lehetőségét, ami az egyetlen olyan momentum volt, ami a nem pénzes játékosokat képesítette olyan teljesítmény elérésére, amivel vetekedni tudnak a pénzes játékosokkal. Na most elmondom, hogy ebben nekem mi konkrétan a szívfájdalmam. Én alapvetően nem költöttem eddig ugye a játékban, és legfőképpen ezt azért, mert a játék mentalitásától féltem olyan szempontból, hogy ha egyszer elkezdek költeni, és mondjuk nem tudom, tehát amikor legutóbb gondolkoztam erről, pár éve így összeszedettebben, tehát ha mondjuk annyit költök, hogy elérjem a 3 millió hatalompontot, tudom, nem egyenesen így működik az összefüggés, de tegyük fel, tehát elértem a 3 millió hatalompontot. A probléma ugye azzal van, hogy azt a 3 millió hatalompontot fenn is kell tartani. Tehát például hiába érem el a 3 millió hatalompontot, és van mondjuk 200 ezer védő a kastélyomban, hogyha felkerülök abba a ligába, ahol 3 millió hatalompontos, azaz ott többnyire már pénzes játékosok játszanak, akkor vegyük például a jelenlegi helyzetet, elkezdenek jönni az ilyen 8000-es seregek. Lehet, hogy nem sok, lehet, hogy nem gyakran, de elkezdenek jönni. És előbb-utóbb, hogyha nem költök megint mondjuk védőkre, toborzással nagyon nehéz ezt fenntartani. Magát a védőszámot tudom fenn lehet tartani, viszont azok már gyengébb minőségű védők lesznek, mint mondjuk adott esetben egy bevásárolt veterán csomag. És szép lassan elkezd csökkenni a hatalompontom. Ergo, ahhoz, hogy megőrizzem azt a szintet, ahhoz újra költeni kell. Aztán ugye feltesszük a kérdést, mi van, hogyha mondjuk épületelemeket veszek, amik ugye nem tudnak elfogyni, tehát az, hogy megtámadnak, attól az épületelemem értéke nem csökken. Na már most, ugye a Good Game Empire az úgy működik, hogy egymáshoz viszonyítva nézzük az erőnket. Tehát például lehet 3 millió hatalompontom, ha az egy gyenge átlag, vagy esetleg alsó középosztály a szerveren, akkor én attól nem fogom különösebben jól érezni magamat. Tehát ha mondjuk régen, amikor erről gondolkodtam, elég volt a 3 millió hatalompont mondjuk a top 100-hoz, és én egy top 100-as játékos létre vágytam, akkor előbb-utóbb ugye a top 100 mondjuk fel fog menni 4 millió hatalompontra, majd 5 millió hatalompontra, és egyre többet-többet kell költeni, láthatjátok. Most jelenleg 3 millió hatalompontja a 425. játékosnak is megvan. Ergo, ha én régen top 100-as játékos akartam lenni,
3 millió hatalomponttal, akkor most 425. játékos lennék. Tehát ahhoz, hogy megint top 100-as legyek, ahhoz továbbra is költenem kell. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen az az épületelem is, amit nem tudnak tőlem elvenni, az is el tud évülni. És akkor megint költeni kell, és megint költeni kell. Szóval, ezért nem akartam elkezdeni, ugyanis ha újra és újra költeni kell, és tegyük fel, újra és újra egyre többet kell költeni, mert ahogy érzik, úgymond a nagykutyák, hogy érkezik a konkurencia, úgy egyre többet költenek ők is, akkor még feljebb emelkedik a szint, és még többet kell költeni. És ezért nem akartam ezt elkezdeni, inkább játszom a nem pénzes játékosok kicsit nyomorult valóságát. Jó, lehet, hogy maximum 700 ezer nomád pontot tudok elérni egy event alatt, és mondjuk ennek reálisan nincs nagyon túlszárnyalása, de mondjuk tegyük fel, én ezzel megelégszem. És akkor erre behozták ezt a frissítést, amivel elvették a végtelen eszközt, amivel tulajdonképpen nem csak a nem pénzes játékosokat szivatták meg, hanem a pénzes játékosokat is, ugyanis ők eddig nem ezekre költöttek. Hanem mondjuk nekik nem kellett a 15-ös szintű falelem, úgyhogy akkor az aranyat átváltották ezüstre, és tudtak belőle lófarkost venni, és pörgették ki a napi 200 támadást mondjuk idegen alatt. Tehát ezzel őket is megszivatták, és őszintén nem gondolom, hogy ha most valakinek erre is költeni kell, akkor tényleg fog-e költeni, jó, hát persze tudjuk, van, aki szeretné ezt, de szerintem ennek nem így kéne működnie, és hát ahogy látom a véleményeket, a játékosok nagy része szerint nem így kéne működnie. Szóval ezért tartom ezt a frissítést végtelen buta dolognak. Tehát nyilván a játék szempontjából az volt a lényeg, hogy a pénzes játékosok, akik eddig is költöttek, ők még többet költsenek, ugyanis belőlük kapják a pénzt, csak akkor kérdem én, miért volt szükség ennek a reklámos rendszernek a bevezetésére, miért kellett ezt a játékot reklámossá tenni, büntetni azokat, akik nem fizetnek bele, hogyha rájuk igazából nincs is szükség. Tehát gyakorlatilag nem tudom most, kinek jött meg a kedve a játékhoz. Én ugye játékos felméréseken mindig bepipáltam, hogy persze, 10-es biztosan ajánlanám barátaimnak a játékot. Azok után, hogy reklámos lett, azok után már nem jó szívvel ajánlottam, és most így pedig azt tudom mondani esetleg egy barátomnak, akinek tudnám javasolni, hogy kezdje el a játékot, hogy szevasz, itt van ez a játék, kurva sokat kell költeni bele, hetente, havonta, rengeteget, ha el akarsz érni valamit. Persze, nyugodtan vissza is térhetsz a régi játékmódhoz, és itt jön be a probléma másik része, hogy tulajdonképpen az egy dolog, hogy régen nem volt Kovács, és régen is megvoltunk nélküle. És most is vissza tudnék állni arra, hogy mit tudom én akkor, jó, 20 ezer kámpontot gyűjtök, aztán 500 ezer dicsőségpontot gyűjtök az idegennél. Jó, nyilván ezek kisarkított példák, tehát egy picit nyilván többet lehetne összehozni, de hogy nem nagyságrendekkel. Tehát például nem tudom, az 5,8 millió dicsőségpontot, ami kell például a díszhez, azt tudnám-e hozni minden eventben. Valószínűleg vértizadva tudnám, igen, csak a franc akar ennyi energiát belefetszölni, hogyha régen ez gyakorlatilag két kör támadással megvolt, egy fél óra alatt. Szóval, tulajdonképpen engem az bánt, hogy ezzel a játék visszafejlődött, visszadobta magát a Kovács előtti időszakra, amikor a nomádot arra használtuk, hogy lófarkost vegyünk az idegenre. És értitek? Tehát, hogy
egy olyan játékmódba kényszerítik vissza ezzel a nem pénzes játékosokat, ami 2 éve volt. És én igazából ezt tartom a legnagyobb hülyeségnek a játék szempontjából, mert ez a játék úgy alakít ki függőséget, és erre a függőségre építenek, ebből él a játék, ezért vannak játékosai, és ezért lesznek új játékosai, és ezért maradnak meg a régi játékosai, mert egyfajta függőséget épít ki, és a befektetett energiáddal arányosan jutalmaz. És minél több időt fektetsz bele, tehát ha mondjuk 2 évet fektetsz bele, akkor van egy adott eredmény, ha utána játszom még 1 hónapot, akkor meg picit jobb az eredmény. És akkor szépen nő a hatalompont, az eventenkénti dicsőségpont, szépen a megszerzett pénzmennyisége, a szint, az XP, minden szépen növekszik, és ezzel, hogy 2 évvel ezelőtti, azt hiszem 2 év, most ebben nem vagyok biztos, szóval, hogy a Kovács előtti időszakra visszadobják a teljesítményt, ezzel gyakorlatilag ezt a folyamatosan növekvő pontok utáni vágyat apasztják el teljesen. Tehát én egy hete be se léptem a játékba konkrétan, annyira nem érdekel most már a játék emiatt. Tehát lehet unalmas volt a nomádot órákon keresztül nyomni, de őszintén én ezért játszottam. Az a kedvenc részem ebben a játékban, hogy eventezek, és pakolom monoton egymás után a katonákat, és akkor rákattint, és támadás, és utána pipa, utána szépen értitek ez a sorrend, és akkor most stratégiától függően előbeállítás, így, úgy, amúgy, automata, feltöltés, tök mindegy. És kitűzök magam elé egy célt, mondjuk el szeretnék érni 300 000 kámpontot, számológép kinyit, megnézem, azt mondja, 300 támadás, 430 eszköz per támadás, ugye, Kanada, ennyit kell venni, azt mondja, ezt osztjuk 100-zal, és szorozzuk 17-tel, ez ennyi ezüstbe fog nekem kerülni. Valamit elcsesztem úgy szerintem a számolásba, de ebben most nem vagyok biztos. Na mindegy, szóval, hogy akkor kiszámolom, hogy mi kell hozzá, igen, megnézem, megvan, tök jó, megveszem, és mehet az event. És akkor most 22, vagy 24, vagy 13, tök mindegy, mennyi támadás, és akkor szépen fogynak az eszközök, és akkor elfogyott az eszköz, megvan a pont, király. 600 000 pont kell, akkor arra számolom ki, hogy mennyi eszköz kell. És az a helyzet, hogy ez most így nincs. Tehát ezt így kivették a játékból. És ja. Ez a másik dolog, hogy én emiatt nem szerettem ezt a frissítést, és emiatt nem játszom azóta. Most pedig megnézzük, hogy mi volt itt a fórumon, ugyanis láttam jó mondatokat, és azokra szeretnék reflektálni. Ja, végigvettünk mindent. Jó van, csak mindent el akarok mondani, mert nem akarok ebből a videóba második részt. Na. Igen. Itt Csibi kollega egy mondatban gyakorlatilag leírta, hogy mi ezzel a dologgal a probléma. Ezt emelném ki először, hogy átlagos játékosoknak, akik szórakozni járnak fel. Hát én szerintem ilyen átlagos játékos vagyok, semmi különleges ambícióm nincs, sem a játék terén, sem más terén, amit próbálnék a játékon keresztül elérni. Szóval, ja, szórakozni jártam fel, és lásd csodát, ez nem kedvezett ez a frissítés. Ott a következő kijelölt mondat. Elérhetetlenek lettek a díszek is. Igen, erről eszembe jutott, ugye erről már beszéltem, de eszembe jutott, hogy mi volt a másik problémám. Jó, ez már kezd komolytalanná válni, sokadik problémám ezzel. Tehát mi az, ami játékfejlesztői szempontból nem volt összehangolva. Ugye
ez, amit látunk itt a Kovácsnál, hogy adott mennyiségű eszközt lehet venni, mit tudom én, ugye 17 ezüstért ennyit vehetsz, és akkor utána ugyanazért az eszközért már egy kicsit többet kell fizetni, ezt nem fogom megvenni, már bocsánat. Szóval ilyet már láttunk a játékban, meg is mutatom nektek, hogy hol. Itt van falusi zseton, büntetlenül 100 kentábláért tudsz venni 15-öt, és további darabokat tudsz kivenni, egy picivel drágábban. Tehát ezt a mechanikát már láttuk a játékban. Viszont amit itt a Kovácsnál nagyon elszartak, hogy nem igazították hozzá a kieső teljesítményhez az árakat. Tehát egyszerűen nem jön vissza annyi ezüst az idegenből, vagy annyi ezüst a nomádból, hogy utána ezt is költséghatékonyan ki tud venni, és utána ezt is költséghatékonyan ki akard venni, lehet, hogy egy darabig ki tudod még, és mit tudom én, a havi 30 ezer ezüstöt, vagy aranyat átváltva ezüsté, úgy minden eventbe ki lehet ezeket venni, de egyszerűen nem lett hozzáigazítva semmi, tehát ugyanúgy 500 ezer a max, 500 ezer pontot kell elérni a végső jutalomig, és egyszerűen mire kiveszed ezt az összes eszközt, és elkezdesz eventezni, nem térül meg a végén. Más kérdés az, hogy tényleg ugye teljességgel elérhetetlenné vált a 2500-as dísz, amit nagy valószínűséggel azért raktak be, hogy annak is legyen ilyenje, aki nem költ a játékra. De ezt most jól elcseszték, ezt csak költéssel lehet most már elérni. Erről is volt szó egyébként a fórumon, akkor legalább onnan már nem kell megállnom, hogy gyakorlatilag több pénzt kellene az eventbe fordítani. Erre nincsenek számításaim, ezt csak így gondolom személy szerint, hogy több pénzt kell abba fektetni, hogy megszerez minden eventbe ezt a díszt, mint konkrétan kilóra megvenni az ajánlatok között. Szóval, ja, meg hát megnézzük, itt van kutatótoronyba, tudok még erre egy nagyon jó példát mutatni. Itt van ez a mézes kutatás, ez ugyanúgy 27 millió pénz. Tehát, jó, nekem még van 27 millió pénzem erre, De ezzel az új nomáddal már nem lehet annyi pénzt kiszedni, amivel ezeket a fejlesztési költségeket fedezni lehet. Szóval gyakorlatilag semmit nem igazítottak hozzá, és emiatt használhatatlan az új Kovács. Tehát tökre jónak tűnik ez a rendszer. Tehát például volt régen az, hogy eszméletlen gyorsan lehetett fejlődni egyes szintről, mondjuk nem tudom, 20-as, 30-as szintre, akár 24 óra alatt el lehetett érni, mert egyszerűen úgy jöttek sorba a jutalmak, hogy bár egyre több és több pontot kellett elérned ahhoz, hogy a következőt megkapjad, de a szükséges eszközök, katonák egyszerűen rendelkezésére álltak az embernek. Most gyakorlatilag ez nincs meg, tehát innen van a probléma, tehát ez egy tök jó rendszer, ugye működik a falusi zsetonoknál is, mindenki kiveszi a drágább zsetont is, mert nyilván senki nem akar négyszer annyi időt eltölteni a erőforrás falvak építgetésével, de itt most nem ez a helyzet, tehát hogy még ha egy ideig tudja is venni az ember a kánládákat, akkor egyszerűen elfogy az ezüst, elfogy a kivehető kánláda, elfogy a játékkedv. Na nézzük tovább. Ez a következő kulcsmondat, és erről igazából többen is beszélnek még itt. Hogyha ez a játék lényege, akkor kb. 300 ember marad. Itt volt még egy olyan, hogy én úgy gondolom be is fejezem a játékod, és igen, és itt van a harmadik. Itt az a lényeg, hogy vannak, akik itt akarják, igen, akkor ezt felolvasom, tehát sajnos még mindig vannak, akik itt akarják a frusztrációkat pénzen vett, vélt hatalommániájukat kielni.
egy picit értelmetlenül van megfogalmazva a mondat. Tehát az a lényeg, hogy ezen a játékon belül pénz segítségével uralkodni tudsz másokon. És ez a három összefügg. Az egyik az, hogy emiatt játékosok elhagyják a játékot, kevesebb lesz darabszámra a játékos. És hát ennek ugye az a következménye, hogy akik itt maradnak, azoknak sem lesz értelme játszani. Tehát ha mondjuk tegyük fel, csak 100 játékos marad a szerveren, akkor senki nem fog költeni, hogy a top 100-ba bekerüljön, mert támad egyet, és benne van a top 100-ban. Tehát az a helyzet, hogy szükség van a nem pénzes játékosokra, így is, úgy is, mert ők adják a közösséget. Tehát gondolj bele, itt van 1700 szövetség, jó, mondjuk van belőle, tegyük fel 250, ami tényleg működik is, és tehát egyszerűen nekik nem lesz tagságuk. A nagy játékosoknak nem lesz kivel játszani, nem lesz kivel versenyezni, nem lesz kit a hatalmuk alatt tartani lényegében a pénzükkel. Tehát az egyetlen dolog, amit élveztek a játékban, hogy mások előtt lehetnek, az már nem lesz meg nekik. Tehát igen. Azt hiszem, ennyit akartam erről mondani. Tehát, hogy kevesebb ember, tényleg pár száz ember tudnak ezzel így megtartani akkor. És igen, tehát hiába őrzik meg a pénzes játékosokat, nyilván a pénzes játékosok közül is le fognak morzsolódni, mert láthatja mondjuk az állandó 101-dik, hogy neki itt még több pénzköltése nélkül esélye sincs, és akkor szépen abba fogja adni a játékot, és tulajdonképpen megint ugyanoda visszajutottunk, hogy a végén csak 100 játékos fog nem marakodni egymással, mert miért marakodna, hiszen automatikusan benne van a top 100-ban. Igen, erről már részben beszéltünk. Az eredeti 2012-es verzió futna sokan eléggé meg lennének lepődve, milyen jó is lenne. Hát ezzel én olyan szempontból nem értek egyet, hogy a játéknak az előnye volt, hogy tehát azért van játékos bázis a 2012 óta, mert fejlődött. Tehát mint egy jó sorozat, hogy felnőtt a rajongóival, úgymond. És hát amiről beszéltem, hogy táplálta a függőséget, a minél nagyobb pontszerzés utáni vágyat, és meg is adta jutalmul a minél nagyobb pontokat, ugye a befektetett energia és pénz függvényében. Tehát nyilván az sem tenne jót a játéknak, hogyha visszajátszanák az eredeti 2012-es verzióra. Tehát még mondjuk talán egy Minecraft-tal meg lehet azt tenni, jó, a Minecraft-tal tudom, hogy meg lehet tenni, de az a lényeg, hogy a Minecraft-tal például meg lehet tenni, hogy visszaváltasz egy verziót, hogyha az jobban tetszett, és onnantól abban játszol, de egy ilyen csapatjátékban nem tudod ezt megtenni, ha csak nem mondjuk létrehoznak minden évben egy szervert, hogy az ezévi játékot, aki szeretné játszani, és abban akar versenyezni, akkor annak itt egy szerver, amin csak az ilyenek vannak. De hát nyilván ez nem illik bele a Good Game Empire profiljába, tehát hogy ilyen nem is lesz. Nem volt és nem is lesz. Szóval azzal nem értek egyet, hogy a 2012-es verzió jobb lenne. Én azzal értenék egyet, hogy fejlesztünk, csak mint elmondtam, ez nem egy fejlesztés volt, hanem egy visszafejlesztés, mégpedig egy nagyon masszív visszafejlesztés, ami évekkel visszadobta a játékosoknak a hatalom szomját. Tehát ezekre a nomádos 700 ezeres, meg idegenes 60 milliós pontokra ilyen lehetőségekkel semmi esély nincs, ezt világosan látjuk, de hogy még ha ebből szépen fokozatosan fel is lehetne fejlődni, akkor is nagyon-nagyon-nagyon sok munkával lehetne azt elérni.
és nagyon sok idő alatt. Szóval nem tudom, hogy ezt kinek érné meg. És hát megtaláltam szeretett moderátorunkrot bejegyzését is, úgyhogy elolvasom, és akkor erre is reagálok. Úgy látom, hogy vannak benne érdekes dolgok. Hát igen, valahogy erre is számítottam. Több dolgokban árnyalta a dolgokat, nyilván felvetette a fejlesztők érdekeit, és emiatt érzem fontosnak, hogy erről is egy kicsit beszéljek. Szóval, a játékot is üzemeltetni kell, így a játékfejlesztőknek nem csak a játékosok érdekeit kell nézni. Hát például, ha több játékos lenne, abból több olyan játékos lenne, aki költ, több jó feljátékos lenne, így többen akarnának csatlakozni. Haha, kitaláltatok már? Szóval, lehetne ezt értelmesen is csinálni, és nem kisajtolni a meglévő játékosokból a belüket is. Szóval, tehát például szerintem arra buzdítani a játékosokat, hogy vonjanak be új embereket. Most nem azt mondom, hogy egy piramis játékot kell ebből csinálni, de tehát mondjuk például, hol is van? Igen, itt van ez a barátság emlékműve. Tehát ez például egy ilyen, elküldesz egy e-mailt, egy linket a barátodnak, és kapsz érte jutalmakat. Tehát ez például egy tök állatrendszer, és mi a jutalom érte? A bagoly set, ami én megmondom őszintén, összegyűjtöttem, láthatjátok a legnehezebben megszerezhető darabjai is megvannak, és hát mit nem mondjak, szart se ér. Tehát, hogy például ilyenekkel, hogy új játékosokat érdemes legyen bevonni, ilyenekkel kéne operálni, és nem pedig azzal, hogy szívassák a már meglévő játékosokat, mert ezzel csak eltántorítják maguktól a meglévő játékosokat is. Tehát ennek így nem látom értelmét. Aztán, igen, hát az, hogy változtatások milyen hozadékai veszteséggel járnak. Értem, hogy ez nehéz, de, na, tehát 2012-es játék, majdnem 10 éve ezt csinálják. Ennél merészebb és rosszabbul elsült lépést szerintem nem csináltak még a játék során, szóval szerintem azért ez látható volt, hogy ez nem lesz egy jó húzás. Abban egyetértek, hogy ezt nagyon nehéz kitalálni. Szerveztem már programokat, készítettem már játékot, társas játékot, nem pedig online játékot, de valamennyire azért mégiscsak belelátok ennek a működésébe. Tényleg nem könnyű átlátni, hogy mivel járhat egy-egy változtatás. De tanulható az a helyzet. És nekik már volt idejük tanulni. Szóval nem tudom, ezt... de most ez nem Rott ellen szól, abszolút igaza van mindenben, amit leír, csak ez szerintem egy ilyen vállalkozásnál nem feltétlenül így működik, hogy hát most a srácok nem annyira mérték fel, hogy itt ennek mi lesz a következménye. Eventes eszközökre és ponnaölőkre kevés lenne a kereslet. Hát, őszintén a szövetségi fővárosra és a körülötte zajló munkáira sem volt nagy kereslet, tehát meg lehet oldani ezt ügyesen, ki kell venni a játékból. Tehát, ha nem veszik az eventes eszközt, mert hasznosabb a dísztárgy, vagy az épületelem, vagy a katona, akkor azt kell árulni, amit vesznek. Tehát ez kereslet-kínálat, ez annyira nem bonyolult. Tehát, amit nem akarnak az emberek, azt nem kell lenyomni a torkukon. Ilyen egyszerű.
Aztán. Számos olyan hatása van a korlátlan event eszköznek, amelyek megnehezítik a játék fejlesztését, új tartalmak bevezetését. Alapeventekbe fektetjük az időn 95%-át, amiből nem sok haszon származik a fejlesztők részére. Igen, ez igaz. Az a helyzet, én is leginkább az alapeventekkel foglalkozom, rühellem a horizontot, rühellem a távolit, rühellem a vihart, és a gyűjtögető eventet csak egyszerűen nem csinálom. És miért? Mert a haszna az nem egyenesen arányos a befektetett idővel. Ennyi. Tehát, ha ki lennének balanszolva ezek a dolgok, jó dolgok járnak a horiért, jó dolgok járnak a távoliért, de talán nem elég jók ahhoz, hogy mindenki lelkesen akarjon nyomulni Berire, Horira. Én a Sövöliében voltam elég sokáig, és lehetnék is még mindig, hozzáteszem, tehát hogy ez azóta sem változott semmit. Szóval a Sövöli azért láthatjuk, hogy már lassan egy éve ott van a top tierben, és még ott is elég nagy az ellenállás a horizonttal kapcsolatban például. Tehát ez, azt hiszem, ezzel nem árulok el semmilyen belső titkot. Tehát egyszerűen még az ilyen eredményes játékosok hozzáállásán sem változtat nagy mértékben az, hogy hú, akkor épületelemeket lehet ott szerezni, amik tök jók. Szóval nem feltétlenül a kényszerítést kéne alkalmazni, itt is erre próbálok célozni, hanem érdekessé tenni az új dolgokat. Mert ez például, amit itt most a Kovácsnál behoztak, ez azért láthatjuk, hogy minden volt, csak érdekes, nem? Igen. És akkor itt átállunk arra, hogy mik azok, amikkel viszont a játékos közösséggel nem értek egyet. Természetesen minden építő jellegű javaslatot továbbítunk, kritikákat szalonképes formában, bla bla bla. Ha valakinek van olyan javaslata, amely megoldás lehet erre a problémára, és egyaránt képvisel a játékosok és a játéküzemeltetők érdekeit, azt én szívesen továbbítom, és az ilyen jellegű javaslatoknak értelme is van, ellentétben azzal, hogy állítsanak vissza mindent az azt megelőző állapotra. Ez viszont nagyon így van, tehát hátrafelé nem menekülünk, ez alapszabály. Vagy előrefelé nem menekülünk, ez alapszabály. Tehát most az, hogy menekülünk az újdonság elől, és azt tartjuk előrének, ezt a mondatot nem így terveztem. Szóval, azzal, hogy visszaállítunk mindent az előző állapotba, azzal nem leszünk előrébb. Azzal megint csak azt csináljuk, amit most a játékfejlesztők csináltak, hogy visszadobjuk 2 évvel a játékot, csak most 2 héttel dobnánk vissza a játékot. Tehát azt nyilván nem lehet, hogy akkor most a játékfejlesztők eddigi elképzeléseit kukázzuk. Épp ezért is mondom azt, hogy ez egy jó rendszer. Láthattuk, például a falusi zsetonoknál ez működött. Sokkal kisebb jelentőségű, de ott már működött, tehát ezt tudják ők is jól csinálni, láttuk, hogy tudják ők is jól csinálni. Szóval nem azzal van a baj, hogy ezt megcsinálták, hanem azzal van a baj, hogy ez nincs egyensúlyban a többi dologgal. Tehát most lehet mondani, hogy az új eventekre nem fordítunk annyi energiát, talán mondjuk a horizontra meg a távolira nincs ez hatással, de hát távolira, kilépési zsetonok, azok is eventből vannak, azokat is az eventen szereztük meg, az új vihar, ahhoz is nomád alatt szerzett erőforrások szükségesek, hogy toljuk, az a időátugró, az a, bár most már nem kell időátugró az éhez viharhoz, de az a nyersanyag, az a katona, az a pénz, az mind nomádból van.
Szóval, ja. Igen, és ezzel viszont nem értek egyet, hogy mindenki csak azt szajkózza, tisztelet a kivételnek, hogy vissza-vissza mindent égessünk fel, most ez nem jó, úgyhogy akkor töröljünk el mindent, ami most történt. Én úgy vagyok vele, hogy lehet ebből még jó, csak láthatjuk, semmi más nem változott, csak a pénzértéke csökkent, hogy egy ilyen példával éljek. Tehát, vagy a kiadott pénz mennyisége csökkent. Tehát ugyanúgy 250 forint a tej, csak most már kevesebb pénzt kapnak az emberek, amiből ki kell fizetniük azt a 250 forintot a liter tejre. Szóval ez ilyen egyszerű. Még egy dolog, igen, ez a még egy dolog, ez pedig arról szól, hogy itt elkezdett néhány ember csoport, embervessző csoport és egyéb társulások mindenféle hadjáratokat hirdetni a játék ellen, hogy most aztán szedjék össze magukat, és szégyeljék el magukat, és hát leginkább rohadjanak ketté, hogy ezt megmerték csinálni, és akkor mit tudom én, fehér zászló, meg nem költünk addig, meg mit tudom én, ennek szerintem sincs semmi értelme. Viszont az amit a végén mond, hogy a jelenlegi korlátokkal is lehet játszani, csak más feltételek szerint. Hát ebben viszont nem értek egyet, mert tehát az egy dolog, hogy nem mindent vettek el a játékosoktól, de az a helyzet, hogy ebben a frissítésben az elvétel és az adás az nem volt kiegyensúlyozva. Tehát mi a fene? Ez 18. Sziatta. Ez is mi már, ezt is csökkentették. Fú te. Én inkább hagyom ezt a játékot. Ja, egyéni jutalmakhoz átkerültek. Mi a fene? Tiszta őrület. Szóval, hogy ugye mondhatnánk, hogy a fejlesztők az egyik kezükkel adnak, a másikkal elvesznek, de itt most sokkal többet vettek el, mint amennyit adtak. Tehát lehetne élvezni ezt a jelenlegi lehetőségekkel, de hát amiket már mondtam dolgokat, emiatt nem tudja a játékosok nagy része ugyanúgy élvezni. Végezetül pedig, csak hogy számokat lássunk, egy dologra vagyok kíváncsi, fosztáslista. Azt nem itt kell. Itt kell. Na. Meg se találom már a gombokat. Heti rangsor. Arra vagyok kíváncsi, hogy hány embernek van fosztása. Péntek van, tehát már-már hét vége. És az van, amire számítottam. Tehát már-már hét vége, tehát elméletben aki fosztani akart, az már fosztott is. És eddig olyan 6000 körül volt azoknak a száma, akik fosztottak egyáltalán, és hát most ez a 6000-et nem éri el. Itt 5500 körül már csak ezek a 3000-es kis vackok vannak. Hát megközelíti a 6000-et, de szerintem már egy 500-zal még így is kevesebb lett. Két hét alatt. Tehát, nem, ez egy hét. Egy hét alatt már péntekre nem éri el a 6000 főt az e héten bejelentkezők száma. Tulajdonképpen, vagy hát az e héten játszók száma. Tehát ez egyértelműen nem egy jó tendencia. Nem annyira durva amúgy, mint gondoltam, tehát én őszintén azt hittem, hogy itt most 4000 körül lesz az a szám, akik fosztottak ezen a héten.
Tehát nem annyira drámai a helyzet, és emiatt sajnos vagy nem sajnos, lehet, hogy játékfejlesztők mégsem annyira gondolkodnak el ezen, mint kellene. Minden esetre tényleg itt a balhézásnak nem látom értelmét. És szerintem zárjuk le ennyiben. Elég sok mindent elmondtam, voltak kavalkádok is a mondataimban, de szerintem mindenki ki tudta hámozni a lényeget. Vegyétek úgy, mint egy nagyon hosszú komment a fórumon. Az a különbség, hogy ezt fel tudjátok gyorsítani kétszeresre, így nem kell annyi időt elpazarolni rá, vagy pedig csak skippelitek a francba, és biztos vagyok benne, hogy a videót megnézők nagy része már rég tovább kattintott. Ezt is abszolút megértem. Szóval... Ja. Ez a helyzet. Ezt gondolom. Én személy szerint igazából, amíg nem látok olyan pozitív változást, amiért érdemes lenne játékban maradni, addig én továbbra is hanyagolni fogom. Hetente felnézek, hogy van-e valami új csoda, amiért érdemes itt lenni. És hát addig pedig ez volt a kedvenc játékom. És most már nem szívesen mondanám ezt. Úgyhogy nem is mondom. Úgyhogy... Ja, a továbbiakban nem feltétlenül gondolom, hogy nagyon számítanotok kellene Good Game Empire tartalmú videókra. Úgyhogy erről ennyit. Köszönöm szépen a figyelmet. És legyetek jók. Sziasztok!